A továbbiakban is a természetbe hívjuk Önöket, hogy megfigyeljük és megértsük a környezetünkben zajló természetes és az emberi beavatkozás generálta folyamatokat. Miért fontos, hogy szervesen részt vegyünk egy zöldebb és egészségesebb jövő építésében? Hogyan segíthetünk, hogyan vehetünk részt az ökológiai rehabilitációban? Például, ha csatlakozunk a Pandó Egyesület tevékenységeihez, akik számos programjuk által nem csak a fenntartható életmódot népszerűsítik, hanem a természeti környezetre hatást gyakoroló döntések előkészítésében való társadalmi részvételt is igyekeznek elősegíteni. Mai vendégünk a Pandó Egyesület elnöke, dr. Hajdú László Hunor, biológus, tudományos kutató. Két nagy szeretettel köszöntök. Szervusz, üdvözlöm a nézőket is. Kezdjük akkor a Pandó Egyesületnek a tevékenységével, céljaival, illetve a futó projektekkel. Igazából a nagy általános környezetet szeretnénk védeni, ez egy nagyon egyszerű mondat, de a célunk között, tehát ez a célunknak a legfontosabb ága. Ugyanakkor nevelést is szeretnénk, tehát hogy neveljük nem csak a jövő generációt, hanem tehát a jelenlevő generációt is, aki itt van, abban, hogy egy környezet tudatosabb legyen, hogy részt vegyen környezetvédelmi tevékenységekben. Tehát ugye az emberi, mint a természeti környezetet próbáljuk védeni és rehabilitálni, vagy újra építeni. Hogyan segítitek mindezt? Hogyan neveltek? Milyen programok által? Egyelőre nekünk még ökológiai rehabilitáció programjaink vannak, amelyek keretén belül önkénteseket várunk, és önkéntesek is jöttek az összes ilyen program keretén belül, és nekünk az a filozófiánk, hogy igazából munkával tanítsuk őket, vagyis egy aktívan részt vesznek egy-egy ilyen ökológiai rehabilitációban, azáltal valahogy közelebb érzik magukat a környezethez, a természethez, és ugyanakkor a környezetvédelemhez is. Egyébként az egyesületetek úgy friss egyesület? 3 éve alakult az egyesület, igazából ez nekünk hobbi tevékenység. Miután hazajöttem a doktori dolgozat írásból, utána úgy döntöttem, hogy végül is egy ilyen egyesületet, ami egy gyerekkori álmom volt, a barátokkal létrehozunk. És épp ez ideje a tettek mezeire lépni, ennyi tanulás után. Végül is igen, és akkor ilyen baráti társaság alapította ezt az egyesületet. Igen, említetted az ökológiai rehabilitációt, én is említettem a felkonfomban. Tulajdonképpen mit jelent ez, és akkor már mondtad is, hogy a faültetésekkel tulajdonképpen ezt célozzátok. Az ökológiai rehabilitáció nem más, mint olyan leromlott területeknek a feljavítása, vagy eredeti természet közeli állapotának a visszaállítása. Tehát ez jelent az ökológiai rehabilitáció. Ez jelenthet erdősítést is olyan helyen, ahol például az erdőket kivágták, elpusztult, ugyanakkor jelenthet fás legelőknek a rehabilitáció, ami azt jelenti, hogy a fás legelőkön is ültetünk, de természetesen itt elszórtan, nem olyan sűrűségben, de ugyanakkor jelenthet vízes élőhely rehabilitációt, vagyis azoknál a területeknél, ahol vizes élőhelyek voltak, akár mocsarak, akár holtágak, és ezeket lecsapolták, kiszárították, azoknak a visszaállítását is jelenti. Ez azért fontos, mert ezek a területek jóval nagyobb gazdag fajgazdagabb területek lesznek, mint amilyenek, és ugyanakkor az ökológiai szolgáltatások is, amelyeket nyújtanak, azok is megnövekednek. Tehát, hogy nekünk végül is ez a célunk, hogy ilyen típusú munkákat végezzünk. Azt hiszem, sokszor nem is gondolunk bele, hogy mennyire szerteágazó, mennyire összetett akár maga ez az ökológiai rehabilitáció, de egyébként a természetünk, és hogy mennyire fontos lenne értékelnünk, és megértenünk, és segítenünk, mert hogyha rehabilitációról beszélünk, akkor helyreállítás, akkor azt jelenti, hogy elromlott valami. Mi van elromolva, főleg amit így Erdély-Románia szinten, hol vannak a legnagyobb problémák? Hát az erdőirtások mellett, amelyekről nagyon sokat hallunk mostanában a médiában, én megemlíteném a túlzott legeltetést is, ami Románia szerte az egyik legnagyobb probléma. Tehát teljesen leront, egy túlzott legeltetés során teljesen leront
tanak egy területet, agyonrágnak. Az a probléma, hogy mostanában már az erdőkben is beengedik a haszonállatokat. Ugyanakkor megemlíteném a biodiversz gazdag gyepeknek az eltűnését, amelyek az utóbbi 800 ezer évben jellemzőek voltak erdészerte. Ezeket a kaszálókat vagy ugyancsak túlzottan lelegeltetik, vagy felszántották, vagy egyszerűen beerdősödtek. Ugyanakkor a vizes élőhelyeket emelném ki, azoknak az eltűnését, vagy pedig akár a mikro vízi erőműveknek a létét, amelyeket én úgy képzelek el, mint egy kétélű fegyver, hiszen zöld energiát termelnek ugyan, de nagy mértékben rombolják az éppen ott található vízes élőhelyet, patakot ebben az esetben. Legeltetésre visszatérve így megragadtad a figyelmemet, mert hogy nem igazán gondolnánk, hogy ez így befolyásolja a környezetünket, illetve hogy ez problémát jelenthet, vagy biztos vagyok benne, hogy sokakban ez így nem merült fel, amikor lát egy nyájat legelészni és ide-oda kószálni. Itt a probléma az abból adódik, hogy nagyon sok jó lett például az utóbbi 10-15 évben. Ez különböző kompenzációk miatt van így, tehát megsokszorozódott a júnyájaknak a száma az országban. Ugyanakkor lehetővé tették a téli legeltetést is, és effektív nincsen ideje a területnek regenerálódni. Tehát nagyon sok és nagyon sokszor, és emiatt teljesen leromlottak ezek a területek, tehát a fajgazdag gyepekből, vagy akár ilyen legelőkből nagyon fajszegény legelők lettek, és ugyanakkor ez talajerózióhoz is vezet. Kiemelném itt a juhászkutyák szerepét is, amelyeket törvényileg szabályoznak, hogy nem szabadna engedni, hogy garázdálkodjanak, de legtöbb esetben ezt ugye nem lehet leellenőrizni, és valóságos mészárlást hajtanak végre egy-egy, nem minden esetben is, nem mindenhol, de sajnos elég sok esetben van az, hogy a juhászkutyák egyszerűen vadásszák a vadállományt. És ez is hozzájárul ahhoz, hogy a vadállomány csökken. Igen, és hogyha már a törvénykezésnél tartunk, akkor melyik ilyen problémás területen van hézag, ami a törvénykezést illeti? Annyira törvénykezéshez én nem értek, elmondom őszintén, de én a problémát a mikrovízi erőműveknél látom, tehát ott jóval nagyobb szabályozást, vagy jóval módosítanám a törvényt, ugyanakkor a legeltetést is módosítanám, a legeltetési törvényeket is módosítanám. Én tudom, hogy vannak bizonyos törvények, voltak próbálkozások például a juhászkutyáknak a számának a csökkenésére, ami ugye hát egy a juhászok részéről egy negatív visszajelzést kapott. Itt pontosan nem tudom, hogy végül mi lett ennek az eredménye. Tehát, hogy még vannak ott hézagok. Igen, mert akár, hogyha az illegális fakitermelést tekintjük, azért ott már vannak előrelépések régebbhez képest. Igen, mindenképpen, tehát, hogy az még nagyon nagy probléma, és itt a fatermelésnél talán, az illegális fatermelésnél nem is a törvénykezés a legeslegnagyobb probléma, hanem a törvényeknek a betartása. Uh-huh. Tehát ez egy olyan probléma. A korrupciót is megemlíteném itt ebben az esetben, amelyen még nagyon sokat kell dolgoznunk ahhoz, hogy normális állapotok uralkodjanak. Igen, a természetből egy kicsit közelítsünk a mi környezetünkbe, ugye a városi környezetünkbe. Nézzük meg, hogy mi jellemzi akár a közvetlen környezetünk, de akár Románia Erdély szinten így a városokat, ami a zöld övezeteket illeti. Van törekvés erre? Miért lenne fontos? Fontos az, nyilvánvaló kéne legyen, és mégis sok esetben nem az. Természetes, hogy a
zöldövezetek azok nagymértékben hozzájárulnak egy tisztább levegőhöz, tehát levegőtisztító szerepük van, ugyanakkor árnyékot tartanak, tehát kánikula vagy hőháztartási szerepük is van, vagyis csökkentik a hőmérsékletet olyan napokon, amikor magas, ugyanakkor port fognak fel, esővizet fognak fel, aminek következtében az esővíznek a lefolyását mérséklik, tehát hogy nincsen túl csordulás például egy-egy kanalizálásnál. Ugyanakkor pedig nem utolsó sorban pszichológiai szerepük is van. Mi emberek igazából a zöld környezetben lettünk emberré, és valahogy mindig jól érezzük magunkat. Milyen jó lenne, hogyha minden nap kikapcsolódnánk a természetben. És mivel az embereknek nagy részenek az egyedüli, tehát a természeti kapcsolata, a városi zöldövezetek nagyon sok esetben, ugye, tehát nap mint nap azokkal vagyunk tisztában, ezért nagyon fontos lenne, hogy azok a zöldövezetek minden lakó számára elérhetők legyenek, és ugyanakkor megfelelő minőségűek is legyenek ezek a zöldövezetek. Itt, hogy mi a városi zöldövezeteket illeti, nem mindenki ért ezzel egyet, vagy nem egyhangú a közvélemény. Mit tudsz te erre mondani befejezésképpen? Én azt tudnám mondani, hogy mint mindent itt is tanulni kell, és tanítani kell a mindenkit végül is. Azért, mert hogy a prioritások meghatározásában a zöldövezetek is előre kerüljenek. Ahhoz viszont az szükséges, hogy tanítani. Tehát, hogy egy tudatosító kampány keretén belül elmagyarázni az embereknek, hogy miért fontos számunkra. Sokszor nem is tudjuk, hogy miért fontos számunkra egy nagyon jó állapotú park, egy szépen megmetszett, de ugyanakkor nagy lombkoronájú fa a házunk előtt. Tehát ez nagyon fontos lenne, hogy ez mindenki számára nyilvánvaló legyen, hogy ez nem egy negatív dolog a környezetünkben, hanem igenis egy nagyon-nagyon-nagyon pozitív, igen, egy pozitív dolog. Azért áruljuk el azt is, hogy akiknek felkeltettük az érdeklődését, és szeretnék a Pandu Egyesület munkáját segíteni, illetve csatlakozni, ugye önkéntesekről beszéltél beszélgetésünk elején. Kit kell keressenek, hova kattintsanak, hova lépjenek fel? Lehet nekünk e-mailt írni, a Facebook oldalon lehet üzenetet adni. Mi mindenkit szeretettel várunk, aki önkénteskedne. Mindenféle munkát lehet csinálni a Pandu Egyesületnél, adminisztratívtól egészen ültetésig. Eseményeket szervezünk, amikor éppen van, általában ezek tavasszal és ősszel vannak. Oda is mindenkit szeretettel várunk, aki megteheti. Tehát ez egy bárki számára nyitott, ez az egyesület. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hajrá! Találkozunk egy ilyen faültetés alkalmával. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.